Fel fogjuk robbantani az iskolát, ezernyi magyar gyerek vére fog a levegőbe repülni. Egyebek mellett ezt írta annak a névtelen e-mailnek a szerzője, aki már harmadszor fenyegetett meg zalaegerszegi középiskolákat. A szülők több helyen már jelezték, hogy fogytán a türelmük és gyors eredményt várnak a hatóságoktól. Vannak olyanok is, akik a közösségi oldalon próbálják elérni, hogy legyen online oktatás addig, amíg nem fogják el a fenyegetőt. Február 7-én érkezett az első bombarobbantással fenyegető e-mail több zalaegerszegi iskolába, majd 27-én és múlt héten is kaptak levelet az intézmények. A magát Robbie Gobensnek nevező ismeretlen ezt a levelet küldte szét, melyben egyebek mellett azt írja, fel fogjuk robbantani az iskolát, ezernyi magyar gyerek vére fog a levegőbe repülni. Az ügyben kerestük az iskolákat, a tankerületet és a rendőrséget is, de nem nyilatkoztak. Úgy tudjuk, hogy szerdán egyeztetnek a történtekről. Közben a szülők és a diákok egyre türelmetlenebbek. Komoly veszélytéma a szülők között is, nagyon sok emberben félelmet is kelt, illetve hát rendkívüli módon megzavarja a tanulást, ugye a fiam is érettségi előtt áll, és ezekben a napokban pont ez nem hiányzik. Rendkívül rejtélyes eset ez, megdöbbentő és érthetetlen, hogy ezt valaki miért csinálja. A diákok is azt mondják, hogy egy hónap alatt három eset már sok. Volt, aki megijedt, de mindenki egész jól kezelte, nem vettük igazán komolyan, de megfontoltuk, hogy ez akár lehet egy valódi támadás is, úgyhogy kiürítették az iskolát, és megtörtént minden úgy, ahogy kell egy ilyen esetben. Szaggatott Csengő igazgató úr a hangos bemondóban mondta, hogy ne keltsünk pánikot, és hogy hagyjuk el az intézményt, és a közeli parkba küldtek minket, illetve onnan a zsinagógában, ami itt van az iskola mellett. A fenyegető komoly büntetésre számíthat, ha elfogják. Akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. A már több mint 10 éve hatályban lévő súlyosabb büntetési tételek ellenére ezeknek a cselekményeknek a száma nem csökkent. Az ügyvéd azt mondta, mivel már többször követte el az ismeretlen a fenyegetést, így az alapesetben járó 3 év többszöröse is lehet a büntetés.